Ismét hihetetlen akaraterőről és a kerékpársport iránti tiszteletről mutatott tanúbizonyságot a biciklis harcosoknak is tekinthető Gödöllői Almási Attila és a Váci Vég Tibor. Nem túlzás ezeket a jelzőket használni, hiszen a fiúk majd egy hónapig túráztak két keréken, és ez idő alatt több mint 3000 kilométert letekertek. Végállomásuk a Gödöllői Városháza volt, ahol a családtagok és barátok mellett Gödöllő alpolgármestere Pece Dániel is külön köszöntötte őket. A hosszú út során a srácok 5 európai országon keresztül kerékpároztak. Milyen útvonalon mentetek, milyen országokat érintettetek? Hát először érintettük Szlovákiát, aztán Lengyelországot, Csehországot, Németországot, Ausztriát, visszafelé még egyszer Szlovákiát, és úgy Magyarországot, Vác és Gödöllő. Így érkeztünk. Melyik országban töltöttétek a legtöbb időt? Csehországba töltöttük a legtöbb időt, amíg ott... Ugye, Tibi, én úgy emlékszem. Hát, Csehország, vagy Németország nagyjából egyforma volt egyébként. Csehországon keresztül, hogy 600 kilométert mentünk körülbelül. Aztán Németország keresztbe, és Frankfurt felül ugye még pont függőlegesen lefelé. Aztán megint egyszer keresztbe, el kellett menni Elkákaba. Úgyhogy nagy, lehet, hogy Németország hosszabb, de körülbelül egyforma, nagyon hosszú volt mind a kettő. Amellett, hogy hosszú és nehéz volt a menet, még az időjárás sem kedvezett a bringásoknak, viszont rengeteg kalandot tartogatott. Ugye 28 napból 20-at esett az eső, az elég kihívás volt nekünk, de élveztük. Az utolsó napokban már az eső se zavart. Áztunk, fáztunk. Hát meg ebből kifolyólag aludtunk olyan helyeken, hogy Pajtába, traktor mellett egyik oldal az egyik sátor, másik a másik, a tehénistálóba, egy vékony falvasztott el minket a tehénistálótól, birkák mellett, tegnap este például. Nagyon érdekes helyeken aludtunk. A megnehezített körülmények sem tudták eltántorítani a fiúkat abban, hogy tartsák magukat az eredeti útvonalhoz, és felkeressék Gödöllő és Vác testvérvárosait. Itt csak pozitív élményekkel gazdagodtak. Nagyon kedvesen fogadtak minket, tényleg volt, ahol vártak minket, már tudták, hogy megyünk, volt, ahol nem, de ahol nem, ott is egy kávé legalább előkerült, beszélgettünk egy pár szót, aztán természetesen, hogy nekünk tekerniket mentünk tovább, nem időztünk sokat sehol sem, de talán kiemelni, és pont azért, mert ugye Gödöllőnek a testi városa, már Gödöllőn vagyunk, Elkák polgármester asszonyát, egy nagyon kedves, nagyon vidám, bájos hölgy csokival kínált minket, kávéval, vízzel, már a végén úgy kellett menekülni, mert marasztalni akartak mindent, szóval nagyon kedvesek voltak tényleg mindenhol. Gödöllő városa egyébként is igen aktív kapcsolatban van a testvérvárosaival, ezt erősítette meg a város alpolgármestere Pece Dániel. Gödöllő és testvérvárosai azt gondolom, hogy élő kapcsolatban vannak egymással. Ez alatt azt értem, hogy nem csak a városvezetők szokták évente meglátogatni egymást. Azt szoktam mondani, hogy a testvérvárosi kapcsolat az olyan erős, amilyenek a civil kapcsolatok. Sok testvérvárosunk van Európában, akikkel nyilván élő kapcsolatunk van, és a civil szervezetek, a kultúra és sport képviselői rengetegszer találkoznak az év során egymással, és a sport területén is volt már több ilyen kezdeményezés. Szerveztünk már Gödöllőn testvérvárosi focikupát, Zsiviecbe rendszeresen hívják foci csapatainkat, és hát a Wageningeni kapcsolatunk azt gondolom, hogy a legerősebb mindközül. Minden évben egy busznyi civil megy, a sport, a kultúra és egyéb civil szektor képviselői, hogy ott kapcsolatot cseréljenek, és megmutassák, hogy az itt Magyarországon, illetve Hollandiában ki hogy él, ki hogy viselkedik. De ilyen jellegű kezdeményezés, mint amit most az Attiláék ezzel a kerékpározással tettek, nem volt még ilyen komoly teljesítménytúra, hogy úgymond nem történt még, ezért is nagyon-nagyon elismerésre méltó. És amikor polgármester urat megkeresték ezzel a túrával, ennek a túrának az ötletével, nem is volt kérdés, hogy segítettük és támogattuk ezt a kezdeményezésüket. Attila és Tibor annak érdekében, hogy ne csak képekkel tudják illusztrálni a testvérvárosok szeretetét, vittek magukkal egy dresszt, amely később jó ügyeket szolgálhat. Vittetek magatokkal egy pólót, egy hasonló dresszt, mesélnétek róla? Hát mindenhol aláírattuk a polgármesterrel, vagy az illetékes személlyel, akit éppen utol tudtunk érni ott a hivatalba, és ezt a pólót odaadtuk a városnak, és szeretnénk felajánlani a városnak, és hogy a város valami jótékonysági célra esetleg továbbadja. Az összeszokott bringás kettősre most a jól megérdemelt pihenés vár.
de abban biztosítottak mindenkit, nem ez volt az utolsó túrájuk. Jövőre tervezzük, én most már Tibivel úgy néz ki, hogy jövőre tervezzük, és Erdély, ugye Szlovénia, Horvátország, talán ott vannak Gödöllőnek, mint Vácnak testvérvárosai, azokba a városokba is el szeretnénk még tekerni. Aztán utána meglátjuk, majd lehet, hogy Hollandia, Belgium a következő. Jó síkvidékeken kellene menni, síkvidéken, csak nyáron. Azt viszont mi tudjuk biztosítani, ha a srácok újra útra kelnek, a Régió Plus TV be fog róla számolni.